Mindig rak be a fát a meleg kemencébe, jól kiszárad a következő sütésig. Jól sózd le a kovászt, tégy rá jó tetőt, hogy ne pimposodjék, és tedd a tálasra. Legyed mindig a kézügyedben. Néhai nagymamája tanácsait olvassa a Kölcsönkért kovász címmel megjelent kosztos könyvéből Gál Tímea, csíkmadarasi panzió tulajdonos, aki néhány éve éppen vendégei biztatására kezdett szakácskönyvírásba. Bár a székely fogadósnő eleinte óckodott a saját könyv megjelentetésétől, amikor elkezdte receptjeit papírra vetni, egyre másra törtek elő a gyerekkori emlékei, és mindaz a tudás, amellyel Néhai nagymamája a Molnárné ellátta. És miközben mesél, a szintén tőle tanult véres hurkával töltött tepertős kőtes tésztáját gyúrja. A csombora véres lelke, ugrik be rögtön a nagymama tanítása. Leültem a fenti régi asztalhoz, ahol nagymama tanított engemet pontást csinálni, vagy laskát gyúrni, vagy kenyeret sütni. És akkor, ahogy próbáltam visszaemlékezni, hogy na akkor hogy is kell készíteni azt a zakuszkát, vagy bordáslaskát a húsleveshez, olyan érdekes volt, mindig hallottam nagymamának a hangját, hogy először, amikor hozzá fogunk egy ételhez, akkor egyszer hálát adunk a jó Istennek, hogy ennyi mindenünk van, aztán felmegyünk a malomba, ott nagy tatának szólunk, hogy igenis kérjük a lisztet, de nem őrletők vannak itt, hanem neki kell a liszt, úgyhogy jó lisztet adjon. És akkor így a történetek, ahogy így a régi edények minden, úgy elévettem, úgy jöttek ezek a régi emlékek, és akkor arra gondoltam, hogy milyen lenne, hogyha ezt én papírra vetném, már csak a gyermekeimért is. A gyermekkori emlékek és a nagymama tanításainak lejegyzése végül sokkal több lett, mint egy erdélyi receptgyűjtemény. Olvasmányos családtörténet és életmese, az ősök tudásának megható eszenciája Ádám Gyula csíkszeredai fotóművész alkotásaival szoros összhangban. Hogyan készül a káposztalével főtt gömböcleves, hát az ecetes szilvakompót? Mi kerül csíkmadarason a böjti töltelékes káposztába? Tímea néhány éve maga sem gondolta volna, hogy a nagymamájától kapott örökség egyszer majd az ő életét is meghatározza. A gyerekkoromban én azt gondoltam, hogy én ide soha nem fogok visszajönni. Tehát ez nekem az a gyerekkori nehézségek, az árvizek, a nagyszüleim betegsége, a kinti munka, az állatokkal, minden, az nekem olyan volt akkor, hogy én akkor elhatároztam, hogy én is, mint édesanyám, tanulni fogok, és városra megyek, és ott fogok élni. És aztán úgy hozta az élet, hogy az ember öregedik, úgy rájön, hogy sok mindent rosszul gondolt. Miután Tímea és férje visszaköltöztek a nagyszülők Malmához a családi birtokra, előkerült a nagymama kosztos könyve, benne gondosan lejegyezve a székelyasszony minden háztartási tudnivalója. Amikor visszaköltöztünk, akkor az első, hogy lejöttünk ide, az volt, hogy a tálosra, amit nagymamám hozott még Oláfaluból kovászt, azt nekem gyerekkoromban mennyire súlykolta belém, hogy ezt ő még onnan hozta, az ő nagymamájáé volt, és az a kovász az úgy maradt a tálason, ahogy 10 évvel ő meghalt. Az élet is valahogy úgy kellett itt induljon, hogy minden úgy legyen, mint régebb. És akkor ahhoz szégyeltem magamot, hogy hagytam a kovászt meghalni. De aztán arra gondoltam, hogy ha még kölcsönkérek innen a szomszédból, az is jó dolog, mert tudtam, hogy van egy morzsinkó liszt abban, amit még nagytata őrült. És így indult az élet az új kovásszal. És nem csak Tímea tért vissza az örökölt hagyományhoz, férje Levente az állatok szeretetét szintén a nagyszüleitől kapta. A 100-nál is több birka, a színpompás szárnyasok sokasága, a békésen sütkérező lovak, a szarvasmarhák és a kis bocik is az egykori gazdálkodás mindennapjait mutatják a családias fogadó vendégeinek. Nem csak annyit szeretnék én ebből megmutatni, hogy milyen édes a varika, meg milyen édes a boci, hanem a gyerekek, főleg a családok, akik ide jönnek, azok valamilyen szinten részt is vesznek ezeknek a gondozásában. Főleg nyári időszakban sokan jönnek, amikor szénacsinálás van, meg a mindennapi teendőket szeretik látni, a reggeli etetés, esti etetés, esetleg a bárányok, ahogy születnek.
És hát a végeredménye, ugye a régi gazdaember az se azért tartotta, hogy gyönyörködjön benne, hanem ennek volt egy gazdasági létfenntartó oldala. A Leventék a gazdálkodás teljes folyamatát kínálják a turistáknak. Vendégeik abból a kakasból főtt húslevest kapnak, amely nemrég még kapirgált a tyúkudvarban. Saját farmjukról származó tej, tojás és báránysült kerül az asztalra. Gálék fogadójának népszerűsége, de a Kölcsönkért Kovász 5. kiadása is bizonyítja. A nagyszülőktől kapott tudás hatalmas kincs, melyre a ma embere is építhet és bőven kamatozhat.